A március 27-i megjelenés előtt 21 nappal mutatták be a szerkesztők a Gyula Régen és Ma sorozat legújabb kötetét. A Gyulai Fényképek címet viselő könyv több száz fotóval mutatja be a fényképészek és a helyi fényképészet történetét a kezdeti dátumnak számító 1869-től mostanáig. A kötet egyik különlegessége, hogy új információkat közöl a gyulai származású Székely Aladáról és Rónai Dénesről. Ők nem csak Magyarországon számítottak meghatározó fotóművésznek. Évekkel ezelőtt már Pöröskei családtagjaival beszélgettünk arról, hogy de jó lenne feldolgozni a gyulai fényképészek történetét. El is kezdtük a kutató munkát, amelynek gyümölcse mostanra éred be. Azt gondolom, hogy a fényképészet egy olyan terület, ahol talán régebben nagyobb esbe tartották ezt a szakmát, most is nagyon fontos része az életünknek, de nagyon sokan fényképeznek már a technika fejlődésével, ugye ez elérhető. Viszont a kezdetekkor, 1869-ben, ami Gyulán indul a fényképezés története, akkor még ez egy nagyon különleges dolog volt. Durkóné Illés Bernadett kiemelte, a könyv nem csak érdekes, hanem hasznos is lehet a fiatalok számára is, hiszen megmutatja, hogyan változott a fotózás, hogyan lett mesterségből mára mindenki által gyakorolható elfoglaltság. A hóvégi bemutató előtt egy meghívásos fotópályázat eredményhirdetését rendezik meg. Valamilyen szinten a Székeladára emlékezve, tehát a fotópályázat témája az emberábrázolás, mivel a Székeladán munkássága vagy az az emberábrázolásról szólt, hát, és akkor ennek az a célja, hogy valamilyen szinten kicsit népszerűsítsük a minőségi fotográfiákat, mert hát olyan személyeket hívta meg, akik már komoly eredményeket értek el a fotográfia területén. A könyv idei megjelenése több évfordulóra is rímel, hiszen 145 éve jelent meg a Békés című lapban Weisz Lipót első fényirdájának a hirdetése, 120 éve nyitotta meg első műtermét Székely Aladár, és 30 éve alakult az ő nevét viselő fotóklub.